Hajdú-Bihar megye teljes területén katasztrófa védelemben, tehát a tűzoltósággal, rendőrséggel együttműködve mi fogjuk be azokat a valamilyen családokat, vagy nem éppen valamilyen családokat, amik kirajzolnak. De mostanság már nem igazán jellemző, hogy ebben az időszakban, hogy mélyeket fogni, inkább most már darás problémák vannak itt a megyei szinten, én gondolom. Nem értem, hogy miért nem folytatnak erre kellő figyelmet ebben a városban, hogy miért csak a lakosságnak kell ezzel foglalkozni, mert közintézményekben is van ilyen. Tehát általános iskolától kezdve kulturális intézményekben is, tetőszerkezetek alatt is megbújnak ezek a jószak, és elég komoly pusztítást képesek okozni szerintem. Nem csak azzal, hogy most a Hungarocellt, a szigetelést tönkrevágják, hanem az emberi életben is képesek meg eléggé, amilyen picik olyan meggondot okozni, mert rengeteg az allergiás ember. Rendkívül nagy veszélyforrás, mert egy darás, 10 ember képes végig szúrni, nem szakad ki a fullánkja, miközben a méhecskének, ha megszúr egy ember, kiszakad a fullánkja, a hemolimfája, ami a vére, ezt így tanították nekem Vladimir János tanárul, elvérzik a méhecske, a darás pedig tovább megy, ami ki nem szakad a fullánkja. És tudni kell az, hogy ha egy ember beteg, a darás, legelső daráscsípésnél az az egy ember valamiféle olyan betegséget szúrja meg, hogy az a vérrel elképzelhető, megvan arra az eső, hogy átfertőzi a többi embert. És óriási fészek volt a múlt héten, és az jellemző már, mert most elhúzódik, tehát változékony az időjárás, ezek a családok úgymond a darás az úgymond dögevő, tehát mindent megesznek, mindent megtámadnak, amit csak tudnak, megeszik a szőlőt, megeszik a bármit, amit édeset találnak, és egyetlen egy módszer van erre, amit én szoktam sem, hogy manuálisan visszajöttük a lépeket, amikor már nem boldogulok, vagy látom, hogy már én sem tudtam, tehát a múlt héten ilyen volt, hogy meglepődtem, hogy még sosem láttam ilyen nagy darásfészket, amikor leszettünk körülbelül egy olyan, hát a képen is látható méretű darásfészekből legalább vagy 6 darabot, meg leszettük még azon kívül több nézetméternyi lépet, akkor már ezt kénytelen voltam szólni az írtóknak, hogy jöjjenek már ők is ki, mert nekik is jut még bőven munka. Mivel most rendkívül rossz időjárási viszonyok vannak, nem tudtak a képesek, a méhek annyi elegendő élelmiszer, tehát mézet begyűjteni, főleg a vadméhek, hogy azt át tudjanak biztonságosan terelni, ezek a csávok ne dögöljenek be, a lépék ne kezdjenek el porózussá válni, tehát ne telepedjen rá penész, ne alakulhasson olyan például legszélsőségesebb esetben, hogy tüdőpenész, vagy bármiféle spóra rárakódik, és ez az emberek a levegőn keresztül beszívhatják. Tehát ezt szerettük volna a várostól megkérni, hogy ha lehetőség van rá, akkor behoznak egy emberek, kijön kölcsönös kívfűrész, vagy kivág nekem egy kis odut, kivesszük belőle a lépet, visszazárjuk az út akár egy OSB-lappal, tehát nem a fára utazunk, nekünk nem a vágott tűzifa kell, mert nem kivágni akartuk a fákat, csak csupán és azt sem kiváltja, senki sem tudom, hogyha kimegyek egy ilyen mélybefogásra, hogy akkor én vágjam ki, én szedjem ki a lépet, utána én zárjam vissza, utána én takarítsak ott össze, hanem az a lényeg, hogy nekem csak pontosan az a feladatom, hogy ezt a gócpontot lokalizálni. Tehát nekem ehhez sem arra nincs lehetőségem, hogy vegyek egy komolyabb stílfűrészt, sem arra nincs lehetőségem, hogy megvegyem az üzemanyagot, mert elég nekem oda kimenni a saját költségem, a saját ruháimba, a saját védőm, a saját kaptáraimat ki kell vinni. Ja, és amikor befogom ezt a családot, megvan az a kockázat, és azért kértem az önkormányzat segítségét, adjon egy olyan lepusztult ingatlan, ami biztos van a városból olyan, ami tele van gazdal, mi azt levárjuk, rendbe rakjuk, odarakjuk kis befogott családjaikat karanténba 30 napra, mint nem látom azt, hogy nyúló se az a család, vagy nem mert ebben viszem a család családjaim közé, akkor az idén befogott több 10 családot égethetik el, így látom, mert képes a fertőzést átvinni ez a beteg család többé, és akkor feleslegesen dolgoztam. Mert mi, ahogy én nem dolgoztatok senkit sem. Tehát ha nekem fel kell menni egy 35 méteres tűzoltó létrán, akkor én megyek fel egyedül. Én nem várom el senkitől sem, hogy segítsen, azt sem várom el, hogy alám autót adjon, vagy nekem munkáját adjon, vagy egy egyszerű, tehát olyan ember, aki a társadalomban megpróbál olyan dolgot tenni, ami a közösségét jó.